Na, csáosztok, sziasztok, én Nord vagyok, és meghallgatok ezt a kocsit, ami a BF Surfer Custom névre hallgat. Ugye erre volt már el az autóra videós sima verziójáról, de ott nem mondtam el abban, hogy miről mintázták ezt a kocsit. Ugye ezt az autót a Volkswagen T1 iklette, úgy teljes egészében, és ugye abból a T1-es Volkswagenből több verzióból, például a lámpa, meg az ilyen furgon verziójából, meg ilyenekből származik, azt nem mondom, hogy így külön-külön. És ennek az autónak az ára az 590 ezer, tehát persze pedig 442.500 dollár. Menjünk is, és tuningoljuk föl. Na, akkor armor. Perfect. Első lökös. Hát, nem is tudom. Ilyen hülyén néz ki, marad a gyári. Hátuldettó. Motor. Kipufogó. Na, mondjuk úgy, hogy közé kipufogós, nem is annyira rossz. Ezek a görbe kipufogók azok. Mi a szarok? Hát ez ilyen, ez fasza. Az elejére rakjunk-e valamit. Mondjuk az a koponya tudsz azért oda basz. Legyen a fekete belőle. Ez is jöhet. Létre kellene. Hát a hátulra egy jöhet végül is. Na a library-k. Ezek azért érdekesek. Ez meg tök vagány. De hogy melyik legyen rá, az jó kérdés. Még ez annyira nem rossz. Ez jó lesz, ez tetszik. Valami szint, meg kitalálunk majd hozzá. Tükrök. Úgy is tudom, mi a szerepével elefántfül. Még ez egy kis kocka nem rossz. Ez egy gyári. Az jó is lesz, az jól néz ki. Na és akkor most kéne az a jó szín ehhez a library-höz. Hát a fehérre semmiféleképpen nem jó hozzá. Talán a fekete. Alulra még valami más szín kellene kitalálni hozzá. És nem tudom, hogy mivel lenne jó ez a fekete szín. Ugye, hogy kell mennie hozzá a library festéshez is. Hát, hogy nem tudom. Piros, nem passzol ez az oldalsó cucchoz. Valami kéket kellene még nézni. Ez kék. Ez még úgy, ahogy nem rossz, ilyen retrós. Arra mehet?
Na, tetőre. Rakjunk le valamit. Nem csak ilyen szördeszkák lesznek. Na, vannak csomagok is. De hát nekünk semmi nem kell rá. Bele, szereznek a tejét kékre. Secondary szín legyen rajta. Viszont ez csak nem rossz amúgy. Legyen az inkább. Akkor a küszöb. Hát végül is olyat oda is. Leültetjük a rákba. Na, ide kell nekünk ilyen. Hát ezek szerint nem kell. Akkor váltó, turbó. Most nézem a tükörnél rakott ilyen szart az elejére. Hát oda visszamegyük, ha nem kell rá, akkor így. Alapból rajta van, mint egyiknél. Nem mindig ne rajta, akkor jó. Valami jó, felni kéne alá. Ami még úgy passzol is ez a kocsihoz. Amikor az ültetés lehet sok volt egy kicsit. Abból lehet, hogy vissza veszünk. Ez jó lesz. Vagy a fekete az megy a mintához. És a gumi füstünk az pedig kék lesz. A lámpa szint nyilvánvalóan kék. Nem van, az passza pont az a oldalsó cucchoz. Az jó is. És így akkor az ültetés. Alapból ilyen. Egyet föl. És akkor menjük egy vásár, és akkor megnézzük, hogy mit tud ez a Verda. Na, akkor itt is vannak a mesé, és akkor nézzük, hogy mit tud a BF Surfer Custom. Akkor elmentem itt az Zirconia Journey 2-vel, azon egy 1.45-8-as fél tudtam futni, ez nem csak, hogy mit tudunk majd elérni. A rajtja, annyira nem volt rossz az autónak. Így összességében. De a tempója se rossz, ugye a kategóriájához képes. Egyelőre. Ha meglátjuk, hogy hogy fog kanyarodni. Az se annyira vészes. Bár mondjuk, hogy nehezen veszi fel a tempót, amikor így kigyorsítást kell alkalmazni. Most is. De talán megjön a tempó, akkor úgy már tűrhető a járgány. Adom kanyarodásba, teljesen meglepett, rosszabb számítottam jóval. Mint amit láthatunk is. Nem tudom, ez a Journey 2-hez képest jóval jobbnak érződik. Nem mondom, hogy a világ legjobb autója lesz ez, de szerintem sokkal jobb idő lesz, mint amit azzal futottam. Vagy ebben érzem is az erőt. Ha azt ajánlottam a versenyre, akkor egyet tudom el. Mert ez sem tűnik annyira szarnak. Megyünk, megyünk jobbat. Ugye 5 másodperc környékén. Ja. Ez egy 40-es körnök, egy 40-200 területe. Ezt
ajánló versenyre végül is, mert annyira, hogy nem volt rossz, de mondjuk annyira túlságosan jó se. Tehát nincs más, hogy akkor ezt nyugodtan vettek elsőre szerintem. Tehát remélem ez a videó tetszett, akkor így van egy like-ot csak esetek, iratotok föl, leírás csekkoljátok, legközelebb jövök vissza. Sziasztok!